Sziasztok, kedves nézők! Köszöntelek benneteket! Látjátok a környezetből, hogy az M3 autóparkban vagyunk, a Szent Mihály úti kereskedésünkben, ahol mindenféle autókat fogtok találni, ha eljöttök hozzánk, de hát koncentráljunk akkor erre az autóra, amit itt áll középen, Concerto mutatja nektek, hogy egy fekete színű Honda Jazz kéne közelebbről megvizslatnunk, amennyiben persze érdekel benneteket, de hát miért is ne, ugye? Az autónk 2004-es gyártású, fekete színű autó, ugye 5 ajtós, és a motorja az egy 83 lovas, 1.4-es benzinmotor. Ugye kívülről látszik fekete, és az, hogy egy decent márkájú alufelni garnitúra van rajta, amin téli gumikat találtok. Ezt közelebbről, hogyha megnézegetjük, akkor látható a mintázata, és úgy látom, hogy szerintem ez még egy nagyon jó állapotú darab. Tudjátok még használni, remélhetőleg egy pár évig. Az autót körbesételjük, és így megnézegetjük kívülről. Aztán nézegessünk bele a hátsó csomagtérbe, ahol láthatólag ugye benne van ugye a kalaptartó. Ez egy ilyen rolós megoldás, ami kivehető néhány mozdulattal, illetve ugye vissza tudjátok tolni szépen a helyére, aztán hozzáférhetek ez a hatalmas csomagtérhez, ami alatt még van olyasmi, ami szükséges lehet, reméljük sohasem, de azért benne van, ugye itt van ez a jó kis virsli gumi, ez ilyen pótkerék, és az emelő is ott van benne, vagy kerékkulcs. Ezt így becsukom, és akkor megnézegetjük a többi részét is. Ami nagyon tetszik nekem, és ami nagyon jó, az, hogy a hátsó üléseket lehet variálni. Hátsó üléseket is, természetesen. Feri és Peti kollégám itt a hátsó ülésen is helyezkedtek, ugye 40-60-ban osztható, ez a nagyon szép kis szövetplüss kárpitos együttes. Megpróbálom nektek megmutatni, hogy hogy lehet hajtogatni, tehát ezt szépen le lehet ide hajtani. Egyszer, egy kat, és akkor ugye egy vízszintes felület alakul ki, aztán hogyha fölhajtjátok, ez sem nehéz különben, és följön az egész üléslap, óriási hely lesz, és óriási ötlet is szerintem, ezzel a másik üléssel ugyanezt meg lehet tenni, nagyon nagy tér kialakítására ad lehetőséget ez a néhány mozdulat. Már is a helyén van az autónknak az ülése, közben elnézek a motortérbe is, szép tiszta áttetsző a lámpatest, és ugye nem vízes, nem párás, kötfényszórok a helyükön vannak, a motorja is a helyén van, és nagyon csendesen is jár, hiszen a Honda motorok nagyon szépen és csendesen, egyenletesen tisztán járnak. Ugye becsukjuk a motorháztetőt, sokat már nem hallunk belőle. Varta az aksia, ott egy ABS kocka, ugye, ez tényleg normálisan szépen jár, fékolajtartály. Én ezt becsukom, és akkor bele is ülünk az autóba, jó? Ide méghozzá a vezető üléshez fogunk ülni. Közben balra megnézegetjük a kapcsolókat. Ugye van egy ablak és két ablak ugye elől, elektromosan kezelhető. És nem csak az, hanem ugye a hátsó ablakok is ugye látjátok, hogy azok is működnek. Van egy centrálzár gomb itt balkész felől, ezzel lehet bezárni az autót, nyomom a gombot, nézzetek csak, tehát ezzel zárunk, ott a balkész felől pedig az elektromos tükröt tudjuk ugye kezelni, és ez fűthető tükör is. A kormányát is érdemes megnézgetni, ez egy jó kis ilyen kis pöttyös részlet, és ez pedig ilyen sima varrás, szépen körbe szalad, nincsen rajta ilyen kibomlás, miért is legyen, 108.955 km futású a járgányunk. Ugye nem vagyok bekötve, ez a piros lámpa világít rajta, de most nem kötöm be magam. Aztán üzemanyag van benne, és egy indítást azért tegyünk meg. Kettő darab eredeti gyári kulcsa van a kocsinak, ez ilyen távirányítós, nyitja, zárja a kocsit. Leállítom. Aztán gyújtás. ABS is fölgyullad rajta. És ugye aminek el kell aludni, az el is alszik szépen. Csak az az egy, ugye be kéne kötni magam, de most nem megyek sehova tényleg. Az autónkban a moci az hallottuk szépen üzemel, gázadásra reagál egyből. A zene kellemesen szól benne, tudjátok tekergetni a bal gombot. Szépen dinamikusan szól, van egy manuális klíma benne. Aztán ez a levegőszabályzó fűtés az irgalmattal jó benne, nagyon szépen dolgozik a fűtés, már most már azért van, vagy 8 fok. Két darab pohártartó, itt ilyen kis tárolórekesz, és itt a kis gyújtó szerkezet, vagy a töltést tudjátok innen majd indítani.
ötsebességes manuális váltó, be van húzva a kéziférkünk is, aztán rá van írva, hogy azonnal átvehető elvihető, az annyit jelent, hogy jöttök, egy átírás után már is biztosítás kötés után tudtok menni szépen az autóval. 2022. 8. hói műszaki vizsgás és 83 lovas ugye a benzinmotor, ezt mondtam is nektek. Itt vannak a leírásai, gépkönyvei, itt van a szervizkönyve, ebből meg tudjuk nézni, hogy ugye mikor helyezték legelőször forgalomba a kocsit, ki volt az első gazdaja a járműnek. És kicsit kiszállok meg. Tehát így néz ki kívülről az autónk, ez vár benneteket itt az M3 autóparkba, itt tudjátok majd megnézni, megvizsgálgatni és letesztelni a járművet. Köszönöm, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk máskor is, érdemes, hiszen mindig találni fogtok itt nálunk érdekes, szép és jó kocsikat, amit megvásárolhattok. Köszönöm az érdeklődést, tartsatok velünk, mindig egy ilyen jelet nyomjatok a végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, mindenképpen köszönöm, hogy itt voltatok, a viszontlátásra!